Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, illetve a kedves mezőtúriakat. Most az elmúlt vasárnap, július 17-én időközi polgármesterválasztás volt mezőtúrom. Három induló jelölt volt. Fekés Gábor a Teke polgármester jelöltjeként, Nagy István független jelöltként, valamint jó magam, Szűcs Dániel a Fidesz és a KDNP jelöltjeként indultam a múlt vasárnapi választásom. A választás eredményéről szeretném Önöket röviden tájékoztatni, a számok tükrében hogyan alakult az eredmény. Először is szeretném megköszönni minden kedves mezőtúrónak, aki fontosnak tartotta, hogy leadja a szavazatát bármely jelöltre az elmúlt vasárnap. Így ennek köszönhetően 4411 mezőtúri állampolgár döntött úgy, hogy részt vesz az elmúlt vasárnapi szavazáson, ami azt jelenti, hogy 33%-os részvétellel zártuk le a július 17-i választást, ami a nyári időpont tükrében egyébként véleményem szerint várható volt. Ebből a 4411 szavazatból az érvényes szavazó lapok száma az 4387 volt, tehát az érvénytelen lebélyegzett szavazó lapok száma az 24 darab volt. Ebből az érvényes szavazatokból, tehát a 4387 érvényes szavazatból én jó magam 2538 szavazatot kaptam, Fekés Gábor a Teke polgármester jelöltje 1631 szavazatot, Nagy István független jelölt pedig 218 szavazatot kapott. Így a polgármesteri választást én nyertem a leadott szavazatoknak az 58%-ával. Tisztelt mezőtúriak, ezúton is szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek, aki részt vett az elmúlt vasárnapi választáson, és bárkire is adta le a voksát. Azon belül pedig tisztelettel szeretném megköszönni mindazoknak, akik a bizalmat belém fektették. Így a vasárnapi időközi választást én nyertem, így a polgármesteri esküt a következő napokban, hetekben én fogom letenni a képviselőtestület előtt. Ez mindenképpen rendkívüli megtiszteltetés. Az elmúlt 12 évi munkámat immáron polgármesterként folytatni a mezőtúriakért, mezőtúrvárosáért és az itt élőkért rendkívül megtisztelő számomra. Szívből szeretném megköszönni tényleg minden mezőtúri állampolgárnak, aki mellettem tette le a voksát. Igyekszem a továbbiakban is folytatni azt a munkát, amit az elmúlt 12 évben tettem, illetve igyekeztem megtenni, és mindent meg fogok tenni azért, hogy mezőtúrvárosát tovább tudjuk fejleszteni. Az első lépések, azok természetesen a héten azok voltak, hogy a folyamatban lévő ügyeket, munkákat tovább vigyük. Ilyen például a hamarosan lezáruló beruházások közül a mozi projekt, ahol a már említett tájékoztató szerint az utolsó csiszolásokat végzik, hál' Istennek a kollégák, a Petőfi út 5 szám alatt, így hamarosan a tervezett időpont szerint augusztus 2-án bízunk benne, hogy minden készen áll most már arra, hogy a színházterem és mozi átadásra kerüljön, és az első mozi filmet közösen meg tudjuk tekinteni. Azt gondolom, nagyon sokan várjuk már ezt, ez egy rendkívül pozitív, és minden korcsoport számára nagyon pozitív eredmény lesz. Én bízom benne, hogy sokan ott lesznek. Ezen kívül pedig folytatódik természetesen a kerékpárút. Ugye az elmúlt héten mindenki láthatta, hogy több olyan szakaszon is aszfaltozás történt már, amely hosszú idő után végre elkészült. Ehhez ugye hozzá kell tenni, hogy több kezdeti problémával küzdöttünk, amit végre sikerült magunk mögött hagyni, így most már jó ütemben tudunk haladni ezzel a projekttel is. És ezen kívül még számos olyan folyamatban lévő munka és projekt van, amelyeken dolgozunk a kollégákkal, és igyekszünk a legjobb minőségben ezeket a kivitelezéseket végigvinni, és ezek között még szeretném megemlíteni mindenképpen az útalapok építését is. Ahogyan szintén sokan láthatták, az elmúlt héten az elkészült 16 utcát követően újabb utcákban indult el a munka, így például a Szalma utcában folyik jelenleg útalapépítés. Ezen kívül további utcáknak
az építkezése is meg fog történni, illetve elkezdődik a következő napokban, következő hetekben. Ez is egy olyan fontos lépés lesz a későbbieket tekintve, amelyeket a mezőtúrjak véleménye alapján dolgozott ki korábban is a képviselőtestület, valamint Herceg Zsolt immáron országgyűlési képviselő úr és jó magam is. A meghozott képviselőtestületi döntéseknek megfelelően, valamint a lakosság véleménye alapján is annak megfelelően szeretnénk tovább fejleszteni mezőtúrt. Az utóbbi időszakban fokozottan tartottunk olyan utcafórumokat, ahol az emberek véleményét még szélesebb körben megismerhettem én magam is. Számos olyan vélemény, illetve kérdés hangzott el, amelyet azt gondolom, hogy be tudunk építeni a későbbi munkafolyamatokba. Ezeket is szeretném megköszönni, ezek a beszélgetések mindig hasznosak, és a későbbiekben is szeretnénk ezeket a fórumokat rendszeresíteni, meghallgatni a véleményeket, és lehetőség szerint ehhez viszonyítva végezni a munkánkat, és tovább fejleszteni együtt önökkel Mezőtúlvárosát. Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek, aki július 17-én részt vett az időközi választáson, és külön szeretném még egyszer a magam nevében természetesen megköszönni a bizalmat. Igyekszem tudásom legjobbát adni a későbbiekben is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Szeretném megkérdezni a sajtó jelenlévő munkatársait, hogy van-e kérdés esetleg. Nem látok ilyet. Akkor tiszteltem, megköszönöm még egyszer a sajtó jelenlétét, és köszönöm még egyszer a mezőtúrjaknak a bizalmat.